Szem alatja. De van, ezen évben nem láttam a burának. Csumizellek, szevasz. Ha mire gyúrsz? Csumesz. Szevasz. Mostan nyúltagyra. Nyúltagyra vagy begyúrva? Arra vagyok most tisztára, érted? Ezt dolgozom föl. Ezt a meghívásot. Na, figyelj, ha itt a, ha nem jönnéd el, arctépségre, annyira csúnya volt, hogy maszk nélkül járt busójárásra. Három hete beszólok neki, gyúrjál rá arcra! Hát tessék, tiszta Madonna, baba arc. És engem ibád? Engem ibád, de nem a pénzemért. Nézzél rám! Ott a fedezted, őtett föl. Na, mi akotta, mi az okosság? Megmondom neked, nem? Még a mutterhoz. Maradjam el, ezt topogjam már. És ha mondom, mi van a gyerekem, mama? Figyelj már, hozzad már gyereket már. És egy gyerek meg bent turbózott a járokába. Új program van, lement 90 kilóra 70-re. 3 éves. Tricepsre gyúr. Csinál egy levegőre 400-at. Azért, hogyha belövöm a csíket a járókába, kibírjon lendülni. Ezt is hozod ide, úgy. Ez király. Én most hónajra gyúrok. Szagra is, vagy csak szőrre? Hát amit nyelvemre jön, ahogy a költő mondja. Te is nagy zocsával mi akotta? Azt is megnéztem, mert közel volt hozzá. Gyere már támaszáma meg. Jó, te is itt a cicorúval itt el, ahelyett, hogy szórakoznál korszerűen. És aztán levettem kizotja, szevasz, megnéztem, mondom utternak, figyelj már, hol a nagy? És azt mondja, ott dolgozik a templom bádogozáson. Mondom, mi van már most már? De megnőtt, érted? 9,40 méter a gyerek. Hát mondom, utternak mi van? Azt mondja, nem tett róla, megijedett a gyerek a izétő mezei pocoktól. 1, 2 meg gálicos a víz. Benéztünk bajára, mert nem volt rá csuk a lábára, a kartondobozba jár. Amúgy... Yes, it is, hát meg vagyok. Érted? Mi van kockával? Hát kockával most már rég nem találkoztam. Hát még arra emlékszem, mikor ottan voltunk magas építőknél. Együtt dolgoztam egyébként a kockával a tüzépen. 78-tól 78-ig. Ezében voltam, Sopronkőn. És akkor megtapogattam a téglámat, azt gondoltam, na most már ennyi volt, kiszólok már ügyvédbojtárnak, mi akotta. És erre beüzent a csávó, azt mondja, egy Miller alatt nem fogja meg a ceruzát se. Hát mondom, akkor kinézek már, te rád okos tojás, mit csinálol? És nekirontottam fejjel a falnak, érted, gondoltam, mert fejre gyúrtam akkor már. De rettenetes nagyra berobbant a burám, nem volt rám sapka. 94-es lett a fejem. És akkor rátett a csáva egy parabola antennát, hogy ne ázzak. És ahol bedobtam a figurát a meneküléskor, érted? Fejről eldobbantottam, és ottan csináltam egy bicska mozdulatot, hogy becsapjam a radarot. És azt hitték, én vagyok a UFO. Hát úgy nézek ki? Hát nézzél rám. Hát nem vagy az. Na, azért mondom. És akkor meg rám jöttek a üldözők, érted? Harci kutyával. És akkor meg a erdőbe úgy csináltam, mint a jávorfa. És főszívtam a pitralont a földből, és azt a szétpermeteztem, és megszédítettem a kutyákat. Ez volt a menekülésem igaz története nekem. Na érted, velem meg az volt a dokival, érted? Hát gondoltam, nem inkább jobban idegelmén, mint a izébe, gondolkodóba. 2 napig minden rendben volt. Másnap azt mondja a fődoki, profi, azt mondja, rám akarja hátékázni az elektrosokkot, érted, a burámra. Miért gond probléma? Hát gond probléma jelenkezett, érted? Bekoncentráltam rá, gyúrtam aurára. Érted? Visszaszóltam a 2-20-nak, leégett a kábel. De majd táncolunk, majd maradjál, majd utána figurázunk, érted? Csak a mesét kifinomítsuk, maradjál. És beszóltam 3 komálósnak, elmegyek ház, ti, minden. Becsöngettek, doktor fogalmasi. Bocsát, várjál. Parkettlészet ne vigyetek, azt húzzátok a burájába a csávónak, jó van? Aztat nem kell neki, aztán nem találkozunk. Na, bocsát. Jó volt. Vigyáztam. Karcsú voltam, kell a lég, gondoltam. Jó, hogy... szólok a címbok. Valakit nem fizetett ki a vállalkozó, doktor Fogarasi, érted? Benézünk, fölmentem a mujával, és akkor mondom neki, becsöngettek, doktor Fogarasi? Kinyissa az ajtót egy baromarcú. Mondom, itthon van ez a doktor Fogarasi? Azt mondja, a csávon nincsen itthon, nem is lesz. Takarékra állítottam a buráját, még ráálltam a fejére.
Egyből otthon lett a doktor fogarasért. Benézek, ott van egy gyilkos nadrágú, egy kis vékony emberke pattog erősen. Mondom neki, jó barát, te húzzál lefele a közérbe, hozzá 2x15-ek a Párizzel, de nagyon vékonyra szeletelve. Mert ugyanakkor pedig a neon világítású francia ágyba ott burukolt a csőmelű szőke. Ahhoz beköltöztem átmenetileg, megcsináltam elől-hátul, és még a kormiba is lekérezkedtem. Ez alatt a múja megevett egy táblaszalonát a konyhába. Aztat különben nem is hallottad, a mújának volt a bratyessa, a nagy múja. Érted? Annyira sötét volt a csávó, hogy mellé harapott neki a pitbull. Ja. Érted? Annyira sötét. Na most tudod, mit csinált? Elmondjam? Elmondjam, őszintén. Meséljed, itt vagyunk. Neki fogott agyra gyúrni. Érted? Egy éve gyúr agyra, most Oxfordban professzor, érted? Ilyen vastag könyveket ír érthetetlen nyelveken. Érted? Király, legnagyobb, érted? Ebből is följött még. Érted? Én meg egy időben fűre gyúrtam, mert nem volt vétel kinn a tanyán, érted? És kiszaladtam Torbágyra, letettem a burámat a vasútra. Hallgattam, hogy jön a vonat, fűre gyúrtam. Kétszer átment rajtam az Orient Express, de abból is följöttem, annyira. Hát ott volt a... Igen? Hát ott volt a nagyvak. Olyan büdös volt a lába, hogy főhúlyogtott a tapéta a telepen. Érted? A zoknira gyúrt? Mit csinál? Zoknira rágyúrt, érted? Élesbe, érted? Na de más mondok, figyeljé! Benne a gondolkodóban együtt voltam egy kalányos Winnetou nevű krapekkal, érted? Csesztették, hát apartheid, dult az apartheid, hát ő farzsebre gyúrt erősen. Farzsebre gyúrt, úgy vette ki a briefkót, hogy meg se rezident a Stílfésű meg a Népsport. Semmire. De, és később, várjál, később figyeljél. Volt neki egy Neumann cikk-szakja, érted? Az a vissza is varta a csávónak, érted? Amelyiknek le volt pattanva a gombja, érted, visszavart egy osvaróval neki, ilyen keze volt. De várjál, nem ezt mondom, érted? Legnagyobb szakember, elkezdték a sitkon csesztetni őtet, érted? Romázni, minden, szenyózni. Mondtam neki, ide figyelj, Winnetou, dőjél rá, gyúrjál rá pigmentre. Érted? Fogyasztott másfél deci biopont hozzá gyorsítónak, érted? Te hamarabb kifejeredett, mint a Michael Joko Jackson, érted? A sok millió. Ja. Értve vagyok? Teljesen, családilag is. Meg lementem a muttert meglátogatni, szegcső. Na. És mondom, mi akott a mama? Tele volt drótokkal a burája. És akkor rá volt kötve 8-10 gép. Hát mondom, többet fogyasztasz, mint a Kujbicsevi erőmű. És erre ott nyöszörög valamit a vata paplamból. Mondom, figyelj már, csinálok te neked egy edzéstervet. Csináltam a muternak egy edzéstervet. Aortára gyúr. És lementem, még egyszer meglátogattam, Franco 40 évet fiatalodott. Hát nézed meg, hogy hogy néz ki a muter, nézd meg. Csumidellek, szeva. Hát itt van én, eldobom a barkocsom, van, hát csumigázom. Na, ígyunk meg valami édeset, jó? Harapjunk valami finomságot. Arrivederci, Erci. Valami tőtött dolgot.